Senki nem értheti meg, mi az az Odin színház anélkül, hogy tudná, én olasz vagyok. Aki 17 évesen hagyta el a hazáját, és Norvégiában gyenge elméjűnek számítottam, hiszen elvesztettem a nyelvemet. És több mint egy évig egyetlen szót sem értettem abból, mi folyik körülöttem. Ez az, amit Eugenio Barbáról, a színház történet egyik legfontosabb alakjáról szerinte sosem mondtak el úgy, ahogy kellett volna. Ő maga viszont megtette azt a szívességet egykori lengyel mentorának, a legendás színházi újítónak, rendezőnek és teoretikusnak, Grotowskynak, hogy elmondta róla a legfontosabbat, magyarul most megjelent Hamu és Gyémánt című könyvében. Grotowsky mellett a 60-as évek Varsójában vált Barbából az az alkotó, aki később a dániai Holstebroban megalapította a világhírű Odin színházat, amelyet 50 éve igazgat, és amely előadásaival képes hidat emelni a különböző kultúrák közé.